2880 zsák hulladékot sikerült kiemelni a Tisza árteréből. Büszkélkedtek a petkalózok. Ez a korábbi begyűjtések alapján közel 15 tonnányi mennyiséget jelent. Érintettek olyan szakaszt is a Tisza alatt, ahol eddig mindössze egyszer voltak. Az egy nap alatti gyűjtés is rekordot hozott, ez Tokaj és Tiszaladány között 5 tonnát jelentett. Itt arról van szó, hogy a Bodrog a Tiszában Tokajnál egyesül, és mivel a Bodrogon ugyanúgy az Ung és a Latorcán keresztül éri el Kárpátalját a folyó, ezért a Kárpátaljáról érkező hulladékok nagy mennyiséget a Bodrogban is érkeznek, a Tiszán kívül, csak a Tiszán ugye Vásárosnaménynál van egy kivételi pont, ezért az már egy fokkal kevesebb hulladék az, ami ténylegesen leérkezik Tokaj környékére. Az esemény legkülönlegesebb része a zsilipelés volt. 12 hajó, 50 kenu, 200 fő zsúfolódott össze a zsilipbe, és megkezdték az 5,5 méteres süllyedést. A teljes táv eredetileg a határtól indult volna 112 km hosszan, a háborús helyzet viszont ezt nem tette lehetővé. Így is 86 km-t mentek, ami több, mint a korábbi években. A rutinos indulók miatt sok szabályt nem is kellett magyarázni a kalózoknak, így több idő jutott a tényleges hulladékgyűjtésre. Voltak, akik nagyon elfáradtak, de voltak, akik többre készültek, és jobban bírták a kiképzést, még a gyerekek is. A Petkupán résztvevők körülbelül negyede kiskorú, tehát 18 év alatti. Ez nekünk nagyon-nagyon tetszik, és mindig is támogatjuk azt, hogy minél több gyerek vegyen részt. Van olyan csapat, akinél több mint 10 gyerek vett részt a küzdelembe, ami ugye azt nézze, hogy ők lesznek pár év múlva döntéshozói helyzetben, vagy az ő szemléletük az, ami meg fogja határozni a világképét. Így ez nagyon fontos, és azt látjuk, hogy ezek a fiatalok, akik eljönnek hozzánk, azok úgy mennek el, hogy tenni akarás, új megoldások keresése van bennük, és ezt nagyon jó látni. Van egy ápos csoportunk, utánpótlás csoport, a felnövekvő nemzedék, akik már olyan szervezettséggel vesznek részt a kupán, mint hogyha ők is a szervezőknek a részei lennének. Egy kis pihenés után a csapat ősszel Sárospataknál folytatja a munkát. Szeptember elején kezdődik a Bodrogi Petkupa. Előzetes felmérések szerint itt jelenleg olyan állapotok vannak, mint 10 évvel ezelőtt a Tiszán. A vízügyi szakemberek nagyjából 100 tonnára becsülik az árterekben lévő szemét mennyiségét.